A Zöld utcában is gőzerővel dolgoznak a szakemberek, a hőszigetelés készül ezen az épületen, amelyben 40 lakás van. Az utcafront teljesen fel van állványozva, itt zajlik most a korszerűsítés. Ez a panelház egy abból a 38-ból, ahol már megy a kivitelezés, összesen pedig 86 panelépület válik komfortosabbá az Otthon melege program keretében. Azt ígértük, hogy közel 3000 győri lakást fogunk kormányzati forrásból, önkormányzat és a lakók anyagi áldozatvállalásával felújítani, korszerűsíteni, és ez a program jelenleg nagyon jól halad, minden a eltervezetteknek megfelelően. Láthatják a győriek, hogy Győr minden város részében zajlanak felújítási munkák, most itt a Zöld utcában vagyunk, de Marcalvárosban, Addivárosban már lényegében lezárt projektekről is tudunk beszélni. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 38 helyen folynak felújítási munkák, és jövő év augusztus elejéig gyakorlatilag mind a 86 társasházat reményeink szerint fel tudjuk újítani. Soha ilyen méretű panelfelújítási program nem volt még Győrben, amihez az önkormányzat és a lakók is hozzájárultak. Az országos támogatás egyötöde ide kerül, ez közel 3 milliárd forintot jelent a győrieknek. Ebből lesz modernebb és értékesebb 3000 győri lakás. A képviselő szerint a programnak lesz folytatása, és reményei szerint a 60 lakásnál nagyobb társasházak is bekerülnek majd a támogatotti körbe. Én nagyon remélem, hogy lesz folytatás, hogy nyilván szeretnénk ezt biztonsággal befejezni, hiszen az a 3 milliárd forint kormányzati támogatás, és a lakóknak, illetve az önkormányzatnak, az országban egyedülálló módon az önkormányzatnak a hozzájárulásával kb. 5 milliárd forintnyi fejlesztés fog megvalósulni. Én nagyon szeretném, egyelőre nincs róla döntés, de nagyon szeretném, hogy újabb társasházak felújítására is jól tudjon kerülni, energiakorszerűsítésére, és nyilván azt is remélem, hogy a 60 lakás fölötti, tehát a nagyobb házak, elsősorban a nagyobb panelházak felújítását is majd meg tudjuk kezdeni jövőre. Az Otthon melege minden városrészt érint, sőt néhány helyen már be is fejeződött a munka. A fejlesztés a tervek szerint halad, így 2017. augusztusára mind a 86 győri panelépület felújítása megtörténik.